122 szobával, két konferenciateremmel és a gyógyfürdőhöz zárt folyosóval kapcsolódva épül Nyíregyháza legújabb négycsillagos szállodája, Sóstó gyógyfürdőm. A hotel fejlesztés a zöldmezős beruházásként indult a városi önkormányzat tulajdonában, amely közbeszerzési eljárásban kereste meg a leendő üzemeltetőt. Jó fél évvel ezelőtt kiírtuk a pályázatot az üzemeltetésre, 10 plusz 5 évre opcionálisan. Egy szigorú, jól előkészített szakértők bevonásával készült pályázati feltételrendszerrel, 3 érdeklődő volt. Végül már csak a Hungest adott be konkrét üzemeltetési ajánlatot, ez az ajánlat viszont megfelelt az elvárásainknak. A pályázati kiírásban meghatározott minimum feltételrendszer fölött volt. Egyrészt, másrészt egy olyan partnerrel kötünk szerződést, aki ezen a területen Magyarországon a legnagyobb, megfelelő külföldi, hazai kapcsolatrendszerrel, vendégkörrel, felkészültséggel rendelkezik, egy kiszámítható, stabil, eredményes üzemeltetésre alkalmas. A polgármester elmondta, az üzemeltetési szerződésben úgy számoltak, hogy évente legalább 50-60 ezer éjszakát töltenek majd a vendégek a szállodában, amely így a város turisztikai fejlődésére is kedvező hatással lesz. A Hungest Hotels vezérigazgatója az ünnepélyes szerződéskötés alkalmából elmondta, a kivitelezési munkálatokban innentől kezdve ők is aktívan részt vesznek, a beruházás várhatóan novemberre készül el, onnantól pedig átveszik a teljes üzemeltetést. 120 millió forint éves bérleti díjat fogunk fizetni fixen, ezt volt a közbeszerzésnek, tárgyalásnak a végeredménye, illetve ezen felül, ami a közbeszerzési kiírásban szerepelt, és egy nagyon szigorú kritériumrendszer, ami ám egyébként szakmailag abszolút helyes, hogy az árbevétel második, harmadik évtől kezdve az árbevétel 4%-át vissza kell fordítsuk a szállodára, eszköz és felújítás tekintetében, ami azt jelenti, hogy teljes mértékben garantáltnak látjuk, hogy 10 év múlva is gyakorlatilag megfelelő színvonalon fog tudni működni a szálloda. A szinten tartását ebből a pénzből bőven meg lehet tenni, sőt még kisebb fejlesztéseket is lehet belőle adott esetben csinálni. Ez a plusz költség a vezérigazgató szerint mai értéken számolva évente megközelítőleg 50 millió forint többletkiadást jelent a cég számára, míg a városnak ugyanennyi értéknövekedést jelent majd az üzemeltetési időszak lejártakor.